Ez az előterjesztés, és ez az a rész, amelyik jelentősen megnöveli a pécsi polgármester személyes döntési lehetőségét. Több mint 500 milliárdról mondhatja meg a képviselők beleegyezése nélkül, hogy mire fordíthatják. A soron következő testületi ülésen a közgyűlés elfogadja a költségvetés módosítására kiírt előterjesztést, az azt fogja jelenteni, hogy Péter Fiatilla egy személyben dönthet 600 millió forintról a képviselőtestület megkérdezése nélkül. Ez a szám, ez 12-szerese a korábbi összegnek. Jelenleg a polgármester 50 millió forintig dönthet egyénileg forrás felhasználásról a testület megkérdezése nélkül. A tervezetben az áll, elengedhetetlen egy működésbiztonsági keret létrehozása ennek az évnek a lezárására és a 2022-es gazdasági év elindítására. Ezért kell 600 milliót elkülöníteni, aminek elköltéséről a polgármester önállóan dönthet. De hogy mit jelent ez a működésbiztonsági keret, és miért kell ekkora összeget adni a városvezető kezébe, nem derült ki a gazdasági bizottság ülésén, mondta stábunknak a képviselő. Nem értjük azt, hogy mi indokolja ezt a döntést. A bizottság ülésen próbáltam megkérdezni a pénzügyi főosztály, illetve a bizottság baloldali többségének a tagjait, vagy a pénzügyi főosztály munkatársait is. Senki nem tudott válaszolni a kérdésre, illetőleg nem akartak. Tehát nyilvánvalóan azért van erre szükség, mert olyan költéseket szeretnének eszközölni, amiből botrány lenne, és amelyet a városházi ellenzék nyilvánvalóan nem nézne jó szemmel. Az előterjesztés december 14-én kerülhet a városi közgyűlés elé. A polgári oldal nem tehet sokat, ha azt el akarja fogadni a baloldali többség, mondta a politikus. Jelenleg egyetlen egy eszközünk van, szembesíteni Péter Fiatillát a saját korábbi ígéreteivel. Ő nagyobb átláthatóságot és több demokráciát ígért a pécsieknek 2 évvel ezelőtt a választási kampányban, most pedig királyságot épít. Nem erre esküdött föl, nem ezt ígérte, úgyhogy tartsa is be az ígéreteit, és ne erőszakoskodjon ki magának ilyen óriási keretet. A városvezetői oldalról terveink szerint a gazdasági alpolgármestert kérdezzük meg a javaslatról pénteken. December 14-én pedig beszámolunk arról, hogyan döntött a képviselőtestület a polgármester 600 milliós keretéről.